Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Mess Attila vagyok. Érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Tovább terjed a koronavírus, egy 9 hónapos baba is a járvány áldozatává vált. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Új gyerekágyat kapott a Zentai Közkórház. Megtalálták a tegnapi csantavéri sírrongálás feltételezett elkövetőit. Rohamosan emelkedik Kínában a koronavírus halottainak és válságos állapotú betegeinek száma. Legfrissebb adatok szerint Kínában már 2744 ember fertőződött meg az új koronavírussal. További 2800 fertőzés gyanús esetet tartanak számon. Több mint 30 ezer ember áll orvosi megfigyelés alatt. A halálos áldozatok száma 81-re nőtt. A legfiatalabb áldozat egy 9 hónapos kisbaba. A kínai egészségügyi miniszter közlése szerint a vírus egyre hevesebben terjed, szerb vagy magyar fertőzöttről egyenlőre nem tudnak az illetékesek. Zuhannak az európai tőzsdeindexek a járvány terjedése miatt. Ma a meredek csökkenés következtében előfordulhat, hogy az utóbbi közel 2 hónap legrosszabb napját zárják a tőzsdék. A befektetőket megrémítették a Kínában kirobbant gyorsan terjedő tüdőgyulladás járvány lehetséges gazdasági következményei. Egyes egészségügyi szakértők megkérdőjelezik, hogy Kína képes lesz-e megfékezni a gyorsan terjedő járványt. Az idegenforgalomra és a fogyasztásra egyaránt súlyos csapást mérhet a járvány további terjedése. Szerbiai turizmust úgy tűnik nem érinti a járvány, kínai turisták érkeznek ugyanis ma a szerb fővárosba, Wuhanból, erről írt a szerbiai RTV. Ez az a kínai város, ahol a koronavírus fészke van. A turisták az előző napokban Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában tartózkodtak, aggodalomra azonban semmi ok, a kínai turisták egészségesek, mondta Andrea Juric, a Bosznia-Hercegovinai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakembere. A kínaiakat még a doljani határátkelőn is ellenőrzik. Egyelőre nem tudni, hogy a turisták megérkeztek az országba, mint ahogyan azt sem tudni, hogy Belgrádon kívül mely városokba látogatnak még. Az európai repülőterek közül több is életbe léptetett speciális egészségügyi kontrollt, de eddig csak Franciaországból jelentettek megbetegedéseket. De Ausztriában is találtak gyanús esetet. Korábban egy francia nő azt mesélte a párizsi repülőtéren, hogy leszállás előtt fertőtlenítőszert permeteztek a levegőbe a gépen, aztán Vöröskereszt maszkos munkatársai mindnyájuknak adtak egy szórólapot arról, mit figyeljenek magukon a következő napokban. Közben ajánlásokat tett közzé az ENSZ egészség világszervezete arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőződjön koronavírussal. Az elmúlt napokban szinte mindenhonnan a koronavírusról hallunk. Az egészségügyi világszervezet most néhány egyszerű, de jó esetben mindennapinak számító tippet adott arra, hogyan őrizhetjük meg egészségünket. Ezen higiénés és élelmiszerbiztonsággal összefüggő szabályok betartásával, ha nem is zárható ki, de jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy az ember elkapja a világ egészségügyi hatóságait készenlétben tartó koronavírust. A WHO magyar nyelvű Facebook oldalán az alábbi ajánlásokat tette közzé. Gyakori kézmosás, lehetőleg alkohol alapú, fertőtlenítő hatású szappannal, tüsszentés és köhögés esetén zsebkendő használat, ami után ismét alapos kézmosás szükséges. Lázas betegekkel való kontaktus kerülése, lázas megbetegedés esetén orvos felkeresése, a korábbi külföldi utazásokról információadás, élő vagy levágott állatokat forgalmazó piacok elkerülése olyan területen, ahol az új koronavírus már megjelent. Nyers vagy nem megfelelően hőkezelt állati eredetű élelmiszer fogyasztásának kerülése. Most pedig nézzük, mik a koronavírus tünetei. A betegséget láz, köhögés, nehéz légzés, levertség kíséri. Az otthoni diagnózis nehéz, hiszen egy megfázás vagy influenza fertőzés is hasonlóan indul. Az új típusú koronavírus már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett. A
Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel ennek emlékére. Ezt a napot az ENSZ közgyűlése 2005-ben a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az áldozatokra emlékeztek ma az egykori tábor helyén. A hivatalos megemlékezés délután 2:30-kor kezdődött, pontosan akkor, amikor a Vörös Hadsereg katonái 1945-ben megnyitották a megsemmisítő tábor kapuit. Andrzej Duda a beszédében hangsúlyozta, az áldozatok megbecstelenítését jelenti a holokauszt tagadás. A lengyel elnök arra is ígéretet tett, hogy mindig őrizni fogják az auschwitzi haláltáborban történtek emlékezetét. A megemlékezésen több mint 200 túlélő vett részt, 50 ország képviseltette magát. Szerbiából Ana Brnabić kormányfő, Magyarországról Orbán Viktor miniszterelnök volt ott, rajtuk kívül mások mellett az izraeli, az ukrán, a lengyel és a német elnök, valamint a belga király és királynő is jelen volt. A tábor főkapuja előtt felállított speciális sátorban a túlélők az első sorokban kaptak helyet. A beszédek után ökumenikus imák hangzottak el, ezt követően a túlélők és az állami küldöttségek vezetői a birkenaui gázkamrák romjainál létesített, a láger áldozatainak szentelt emlékmű előtt rótták le tiszteletüket. Szerbiában is megemlékeztek a holokausztról, a vallás a kulturális örökség része, és a zsidó embereket senki sem foszthatja meg vallásuktól, mondta Zoran Gyorgyevics munkaügyi miniszter, miután megkoszorúzta a holokauszt áldozatainak emlékművét Belgrád régi vásárterén. Zoran Gyorgyevics a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hangsúlyozta, nem veszélyeztethetjük mások identitását, mert ezzel a saját identitásunk is sérül. Setimo se da je religija ili njeno kulturno nasljeđe sastavni deo identiteta svakoga od nas. Zato želim da sa ovog mesta pošaljem poruku da nije dobro oduzimati identitet drugom i drugačijem čoveku ili narodu, jer možda time u svoj sopstveni identitet ugrađujete nešto što nije dostojno ni čoveka ni naroda. Nama su više nego ikad potrebni mir, stabilnost i jedinstvo, kako bismo sarađivali i integrisali se u zajedničkoj evropskoj budućnosti zarad opšteg boljitka i napredovanja. 78 évvel ezelőtt Óbecsén több mint 200 szerb, zsidó és roma vesztette életét a razziában. Ma a tiszaparti vesztőhelyen emlékeztek az ártatlan áldozatokra. 128 férfi, 86 nő, 19 idős ember és 15 gyermek az ő neveiknek a felolvasásával kezdődött ma Óbecsén a razzia áldozataira való emlékezés a tiszaparti vesztőhelyen felállított márványtáblák előtt. Dragan Tošić polgármester szerint 1942. január 27-e arra tanítja az utókort, hogy ehhez hasonló esztelen tett soha ne ismétlődjön meg. Samo se na istini grade stvarni dobrosusjedski odnosi i mir među ljudima. Od istorije ne možemo sakriti pogled, a poverenje je suština onoga zbog čega smo danas ovde zajedno. Pored poverenja je bila potrebna iskrena želja i nada da smo kao ljudi, kao pripadnici različitih nacije i vera, spremni da se zajedno poklonimo pred žrtvama. A 78 évvel ezelőtti eseményeket a Harcosok Szövetsége Óbecsei szervezetének a nevében Jelena Česljevic idézte fel. Te 1941. i 42. godine Beče je bio grad velikog stradanja i terora. Zato je naša obaveza da pomenute žrtve nikada ne zaboravimo, a njihova imena da izgovaramo prenoseći ih mladima. A délbácskai razzia utolsó napján Óbecsén több mint 200-an lelték halálukat a Jeges Tiszában. Fedor Fischl a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében emlékezett rájuk. Szetimo se i naših Roma stradalnika, koji su tokom drugog svetskog rata na svim prostorima bivše Jugoslavije delili sa nama tragičnu stradalničku sudbinu. Setimo se isto tako da je danas Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. A megemlékezés gyászmisével és koszorúzással ért véget.
több mint 3 órás konstruktív tárgyalást követően ért véget a Belgrád és Pristina közötti vasúti közlekedés helyreállításáról szóló berlini megbeszélés, amelyet a szerb és a koszovói delegáció folytatott Richard Grenell, az amerikai elnök külön megbízottja kezdeményezésére. A fenek főleg gazdasági témákat érintettek, mivel Belgrád a politikai párbeszéd folytatását a 100%-os koszovói vám eltörléséhez köti. A felek szerint a mostani egyeztetés mégis előrelépést jelent, és a napokban akár sikeresen meg is állapodhatnak. A szerb küldöttséget, amelyben az illetékes tárca képviselői és vasúti szakemberek is helyet kaptak, Marko Gyuricsa, a kormány Koszovó ügyi irodájának igazgatója vezette. A vasúti közlekedés egyébként több mint 2 évtizede szűnt meg Koszovó és Szerbia központi része között. Szerbia európai integrációjáról, Magyarország és Szerbia együttműködéséről és a visegrádi országok a régióban betöltött szerepéről beszélt Belgrádban Jadranka Joksimović, szerb európai integrációs miniszter, és Pintér Attila, belgrádi magyar nagykövet. Jadranka Joksimović köszönetet mondott a támogatásért, amit Magyarország nyújt Szerbiának az EU-s integrációja kapcsán. Pintér Attila biztosította Jadranka Joksimovićot, hogy Magyarország továbbra is támogatni fogja Szerbiát az európai útja során. A belgrádi magyar nagykövet kiemelte, Szerbiának folytatni kell az elkezdett reformokat. Jadranka Joksimović és Pintér Attila egyetértett abban, hogy a két ország viszonya kiemelkedően jó. Szent Szávára emlékeztek ma Szerbia szerte a pravoszláv templomokban és az iskolákban. Szent Száva volt az önálló szerb ortodox egyház megalapítója, az első szerb érsek, emellett népművelő, író, fordító és diplomata. Ő a szerb oktatás és kultúra védőszentje. Január 27-ét 1840-ben nyilvánították iskolai ünnepnappá Szent Száva tiszteletére. Ma a szabadka iskolákban sem volt tanítás, a gyerekek és tanárok ünnepi műsorral készültek erre a napra. A Kisúr István általános iskolában kétnyelvű műsorral készültek a tanulók a Szent Száva napi ünnepségre. A kórussal, a többi társammal léptem fel a Pirosasszom utcával, a Szent Száva himnuszával és a Három Angyal ringatelve. Ez a nap különleges ünnep mind a pedagógusok, mind a diákok számára, mondta Adriana Balac, szerb tanár. Veoma je važno pored onih činjenica u njegovom životu da znaju šta je to što je on učinio za naš narod. Zasluge njegove su ogromne. Osamostalio je Srpsku pravoslavnu crkvu, gradio je škole, bolnice, odrekao se trona da bi pomagao svom narodu. Szent Száva utódaiként gyerekeinket azokra az alapvető keresztény és emberi erényekre kell tanítanunk, melyekre ő is tanította a népet. Mondta Dragan Stokin, lelkész. Jedna od veoma bitnih koja karakteriša Svetog Savu kao ličnost je da je bio izuzetno čovjekoljubiv, veliki mirotvorac. On je bio taj koji je izmirio ugarski i srpski dvor, sprečio je veliko krvoproliće svojim delima. Ez pedig már a Jovan Mikić általános iskola. Itt a szerb, a magyar és a zeneórák már az előző héten is a Szent Száva nap jegyében teltek. Za mene je Sveti Sava neko koga ne bismo trebali da se setimo samo u ovom periodu, nego osoba koju bismo trebali da se setimo duž cele godine. Horváth Rice Valéria magyar tanárként mindig arra törekszik, hogy a nemzetek közötti kulturális kapcsolatokat is beleszője a tananyagba. Hogy mi a tavalyi hatodikosokkal megcsináltuk azt, hogy megírtuk Szent Száva diplomáciai kapcsolatát II. András királyunkkal, ebből egy picike kis drámai előadást készítettünk, és ezt a gyerekek nagyon élvezték. A Jovan Mikić általános iskola ünnepi műsorán és a kenyérszentelésen jelen volt Bogdan Lapán, Szabadka polgármestere is. Várható újításokat jelentett be Mladen Šarčević szerb oktatási miniszter. A most készülő 2030-ig tartó stratégia szerint az iskoláskor előtti időszak a gyerek 3 éves korával kezdődne, vagyis ettől a kortól kellene óvodába járni. Jelenleg 1 év a kötelező. Az erre és az általános iskolai tanításra vonatkozó javaslatokat február közepén árulják el. A középiskolai oktatással kapcsolatos tervezett módosításokat pedig márciusban ismertetik. A felsőoktatásról szóló újdonság júniusban részletezik majd. Szeptemberben közvitára bocsátják a stratégiát, amelyet végül várhatóan októberben fogadnak el.
A Szabadkai Közkórház kijavította azt az értesítést, amelyben az intézmény magyar és horvát nyelvű megnevezése Cyril írásmóddal volt feltüntetve, tudatta a Pannon RTV-vel Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti frakció vezetője. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezete szólította fel a közkórházat a jogsértés orvoslására. A tartomány által alapított szabadkai intézmény január 24-én kiadott értesítése alapjaiban sértette a hivatalos nyelv és írás használatról szóló törvény rendelkezéseit. Szabadka város területén a városi alapszabállyal összhangban a szerb nyelv mellett hivatalos használatban van a magyar és a horvát nyelv írásmódjukkal. Erre hívta fel a figyelmet a VMS szabadkai szervezete. Nagy értékű adománnyal gazdagodott a Zentai Közkórház gyermekosztálya. A támogatás 13 kiságyat, 9 éjjeli szekrényt és 5 kis széket foglalt magába. Az ajándékok az Adai Duga civil szervezet jóvoltából kerültek a kórházba. Az osztályon évente átlagosan 150-200 kis beteget kezelnek. Az új ágyak nem csak esztétikailag javítják az osztályt, de szükség esetén még több páciens tudnak fogadni. A gyerekek már használatba is vették azokat. Veszna Civrigy, a Duga civil szervezet elnöke elmondta, hogy az ajándékok fő támogatója a Csilla von Bőze Láger nevét viselő alapítvány. Hozzátette, hogy ennek a támogatásnak nincs pénzbeli értéke. Ennek úgy van értéke, hogy, hogy nagyon sokat segít a gyerekosztályon, a gyerekosztály dolgozóinak, a gyermekosztálynak a fennlevésén, hogy a gyerekek kényelmesen aludjanak, jobb helyen legyenek, és ennek az értékét nem tudjuk kimérni. Ez egy humánus értéke van neki. A kórház igazgatója elmondta, hogy az intézmény és a civil szervezet már régóta együttműködik. A múltban is kaptak már hasonló, nagyértékű ajándékokat. Elektromos ágyakat kaptunk, amit a nőgyógyászati osztályra helyeztünk el, ezen kívül a sebészeti osztályokra is került előző adományokból, ugyanígy matracokkal, ágyneműkkel, székekkel, gépekkel látták el a kórházunkat. A Zentai Kórházra egy teljes körű felújítás vár a közeljövőben, mondta el az eseményen az önkormányzat illetékese. Lőrinc Songor, Zenta község tanácsának egészségügyi ügyekkel megbízott tanácstagja. Egy országos szinten terve vannak, ugye az egészségügyi intézmények is folyamatban is vannak az egészségügyi intézmények felújításai, úgy a Zentai Kórház felújítása is reméljük lassan most már elkezdődik. Ennek ellenére mindenféle munkánkat elősegítő humanitárius akció nagyon jól jön, és köszönjük szépen. A gyermekosztályra további 4 kiságy érkezik majd az alapítvány jóvoltából, emellett vidám mintázatú ágyneműk is. Most pedig nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. 10 dinárral drágul a cigaretta Szerbiában. Helikopter balesetben meghalt a legendás Kobe Bryant, amerikai kosárlabdázó. Két kiskorú ellen tettek bűnvádi feljelentést, akik vélhetően 100 éves sírokat rongáltak meg a hétvégén Csantavéren, tudatta közleményében a szerb belügyminisztérium. A helyi kistemető 23 sírkövében tetemes kárt okoztak a tettesek. Mint arról tegnapi híradónkban beszámoltunk, a temető ezen része már kizárólag sírkert. Ide manapság már nem temetnek, viszont a múlt századi sírok helyreállítása sokba fog kerülni. A rendőrség felhívja a lakosok figyelmét, ha hasonló esetet észlelnek, azonnal értesítsék az illetékes szerveket. Drágul a cigaretta februártól Szerbiában, a jövő héttől átlagosan 10 dinárral kell többet fizetni egy dobozért. A dohányáru fokozatos drágítás egy 2017-ben kezdődött folyamat, és 2020 júniusáig tart. Ez idő alatt évente 2 alkalommal emelnek a cigire kirót jövedéki adón. Egy doboz cigaretta ára a jövő heti drágítást követően már könnyen meghaladhatja majd a 300 dinárt. A dohányáru az uniós elvárásokkal összhangban drágul. Ezek szerint ugyanis 1000 szál cigarettára legkevesebb 90 euró adót kell felszámolni. Szerbiában még csak 60 eurónál tartunk. Így vélhetően újabb drágulás várható. Az Európai Unió országaival összehasonlítva egyébként Szerbiában kifejezetten olcsó a cigi.
Amerikai katonai utasszállító gép zuhant le ma Afganisztánban, közölte a friss hírt a CBS News honlapja. A korábbi hírek még 83 vagy 110 áldozatról szóltak, a mostani közlés szerint kevesebb mint 5-en haltak meg. A gép Gazna térségben, egy részben tálibok lakta térségben zuhant le. A roncsokat és két pilóta holttestét megtalálták, a tragédia okát még vizsgálják. Tálib erők közlése szerint ők lőtték le a gépet, amin amerikai katonák utaztak. Lezuhant ma egy katonai helikopter a közép-dalmáciai Sibenikhez közeli Zlarin sziget mellett. A balesetben legalább egy ember meghalt, tudatta a horvát védelmi minisztérium. A légierő egyik könnyű felderítő és futár helikoptere szenvedett balesetet, a pilóta meghalt, a személyzet másik tagja után még kutatnak. A helyszínre három hajó, egy helikopter és több búvár is érkezett. Baleset okát egyelőre nem tudni. A helikopter, amelyet Horvátország az Egyesült Államoktól kapott, gyakorló repülést végzett. Washington 2015-ben döntött arról, hogy 16 harci helikoptert adományoz Zágrábnak. A Kiowa Warrior típusú helikopterek 2016-ban érkeztek meg az országba. A szerencsétlenség helyszínének környékét lezárták a hatóságok. Helikopter balesetben meghalt Kobe Bryant, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös NBA győztes kosárlabdázó vasárnap veszítette életét, amikor a gép, amelyen utazott, lezuhant a kaliforniai Calabasas közelében. Valószínűleg a rossz idő okozta tragédiát. Sűrű köd volt a Los Angeles melletti Calabasas fölött, a hegyekben, helyi idő szerint vasárnap reggel, amikor a helikopter lezuhant, majd teljesen kiégett. A gépen 9-en utaztak, a pilóta és 8 utas, köztük a kosárlabdasport egyik ikonja, a 41 éves Kobe Bryant, 13 éves lányával. A tragédiának nincs túlélője. A sztársportoló felesége Vanessa nem volt az utasok között. Kobe Bryant az amerikai profi kosárlabda világszerte ünnepelt sztárja volt, nem csak a Los Angeles Lakers játékosaként, hanem 2016-os visszavonulása után is. Philadelphiában született 1978-ban. A Lakers 18 évesen szerződtette, 20 éven át volt a csapat meghatározó játékosa. Ez alatt az idő alatt a csapat ötször nyerte meg az észak-amerikai profi kosárlabdaligát, miközben Bryant kétszer olimpiai bajnok is lett az amerikai válogatottal. Halála megrázta az egész világot. Donald Trump, amerikai elnök azt írta a Twitteren, hogy Kobe Bryant minden idők egyik legnagyobb kosarasa volt, és még csak most kezdett igazán élni. Kislánya halála még súlyosabbá teszi a tragédiát. Barack Obama volt amerikai elnök felfoghatatlannak nevezte Bryant és kislánya Gianna halálát. Alexander Vučić szerb elnököt is mélyen megrázta a tragikus hír. Az államfő a világklasszis Bryantről azt írta, a sportoló igazi példakép volt a gyermekeink számára. Várjuk a havat, de eső érkezett. Szerbia nagy részén csapadékos, nyírkos az időjárás, csak a hegyekben alakult ki némi hótakaró. Az ilyenkor szokásos hőmérsékletnél sokkal enyhébb az idő. Az országban szinte mindenhol felhős az ég. A következő napokban is hasonló lesz az időjárás. Január végén inkább ősz van, mint tél. Csütörtökön lesz részünk napsütésben is. A hőmérséklet jóval magasabban alakul az átlagosnál. Egyes helyeken elérheti a 14-15 fokot is, főleg a hét második felében. A spanyol Rafael Nadal is bejutott a Melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság negyed döntőjébe, miután 6-3-3-6, 7-6-7-6-ra legyőzte az ausztrál Nick Kyrgiost. Nadal az osztrák Dominic Thiemmel mérkőzik meg az elődöntő bejutásért, már ismert a többi negyed döntő párosítása is. A szerb Novák Djokovic a kanadai Milos Raonic-jal áll ki. A svájci Roger Federer az amerikai Tennis Sandgren-nel mérkőzik meg, míg a német Alexander Zverev a svájci Stan Wawrinka ellen küzd. A Djokovic-Raonic meccs itten idő szerint holnap reggel 9 órakor kezdődik. Az Australian Open összdíjazása 71 millió ausztrál dollár. A címvédő Novák Djokovic. Eddig tartott a híradó, műsorunk végén érkezzenek még egyszer a nap fontosabb híreim röviden. Tovább terjed a koronavírus, egy 9 hónapos baba is a járvány áldozatává vált. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja.
új gyerekágyat kapott a Zentai Közkórház. Megtalálták a tegnapi csantavéri sírrongálás feltételezett elkövetőit. Megköszönöm figyelmüket, böngészszék honlapunkat a pannonrtv.com-ot, ugyanis ott még több hír és információ várja önöket, és bejátszásainkat is visszanézhetik. Holnap a 91,5-ön érkeznek a reggelis fiúk, míg a Szabadkai Magyar Rádióban napindító, itt a televízióban most következik a Pomerises Mesta, Harab meg a nyelvet című családi vígjátéksorozat. Szép estét, viszontlátásra!